most kelten föl, már aludtam. Azt mondja az Attila, hogy mi vagyunk itt a lázadók kis csoportja. Igen. Na azért vagy száműzve az országból. Igen. Mert ők már nem akarnak szexelni, és sose akartak. Remek! Mire jó hír, nem is voltam felkészülve. Ha! Ez csodálatos! Ha! Akkor csak tudna menni dolgozni. Na azt mondják, itt valami félreértés van az egész rendszerbe, mert rossz jeleket kódolnak. Mert ők nem szoktak szexelni, Edina. Mondom, jó, de ezt hazudgálták. Nem, nem. Azt állítják, hogy a szex a szar. Csodálatos. Dolgozni akarnak? Igen. Ha, ez remek. Mert ők azt állítják, hogy azért kell a fiatal csaj. Igen. Hogy ott üdig éljenek egymás mellett ketten. Igen. 5-6 évente egyszer dugnak, az nekem elég, igen, és csak dolgozzak össze-vissza. Csodálatos. Megegyeztünk. Akkor én azért ülök itt, de, mert ezek viszont nem tudom, mit akarnak, jó? Akkor félhet, tehát akkor, azt mondja az Attila, ez élek az Isten, vagy a szóvivő. Igen, uram, egyezkedjünk. Igen, uram, akkor magyarok a munkások, mint régen is voltak. Jó. A németek mindig olyan genetik, oda majd visszamegyünk, rendben van. Meg kell tudni, hogy honnan mit akarnak a helyiek. Még a Józsefékhez, mindjárt összélem, mi kell. Csak akkor átaludtam. Annyira jól érzem magam végre. Így jó lesz akkor? De vénynek ez tetszik. Most én jót aludtam, jó kedvem van. De akkor önök dolgoznak. Mi egyébként is dolgozunk. Csak itt a Bishopnak más problémái is vannak, jó? Tehát holnap kérdétem itt, mit akarnak, akkor kellemes estét, itt dolgozunk, jó?